Üdvözlet mindenkinek! 2018. október 23-án ez az élőadás az Infobubble csatornán. Remélem mindenki nagyszerűen van. És még néhány percet várakozunk azokra, akik később kapcsolódnak be, úgyhogy addig türelmet kérek, ha esetleg valaki felvételről nézi ezt, akkor lehet, hogy az első néhány percet azt ki tudjátok hagyni, mert valamennyi időt szeretnék adni azoknak, akik később csatlakoznak. Röviden elmondom, hogy miről is lesz szó azért. Ezúttal tovább fogjuk folytatni annak a videónak a tárgyalását, amit a múltkor elkezdtünk, úgyhogy ez lesz a második és egyben befejező része ennek. Néhány újságcikket is meg fogunk nézni, ahogy azt megszokhattátok már. Ezeket megpróbálom addig összeszedni. Illetve hát össze vannak ezek szedve, csak megnyitogatni, hogy készen álljanak, de nem tudom, hogy meddig fogunk eljutni, majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Nincsen túl sok újságcikk ezúttal. Lehet, hogy a végén lesz idő néhány kérdésre, hogyha valakinek esetleg vannak kérdései, akkor azt meg tudjuk beszélni. Üdvözlet mindenkinek, látom, hogy most már azért elég sokan itt vannak. Hogyha valakinek, mondom, kérdése van, akkor az nyugodtan írja meg most, vagy pedig esetleg majd a végén meg tudjuk ezt beszélni. Még lehet, hogy itt az elején akkor elmondom azt, amíg eszembe van, hogy ha találtok olyan újságcikket, ami érdekes, vagy meg lehetne osztani a Facebook oldalon, az Infobubble Facebook oldalon, akkor azt el tudjátok küldeni nekem valamilyen üzenetben, és akkor ott meg tudom osztani. Már így is csinálják néhányan. Köszönet nekik ezért, akik küldözgetik, azok tudják biztos, ez nagyszerű egyébként, már ők azért elég jól eltalálják, hogy mik is azok a témák, úgyhogy ez tényleg nagy segítség, mert akkor így nekem nem kell utána nézni, plusz esetleg olyan információk is eljutnak hozzám, ami esetleg nekem elkerüli a figyelmem, vagy egyszerűen csak nincsen rá idő, úgyhogy ez nagyszerű. Ha vannak ilyesmik, akkor mindenképpen jutassátok el hozzá. De hogyha nem reagálok, vagy nem osztom meg, az nem azt jelenti, hogy nem... Vagyis az csak azt jelenti, hogy nem úgy gondoltam, hogy nem oda való, vagy pedig már volt szóra, vagy annyira, róla, vagy annyira nem fontos, de ezt ne vegye senki személyesnek, mert ez nem az, csak egyszerűen nem oda való. Azt nem tudom, hogy pontosan hányan vagyunk, azt tudom, hogy 28-at ír, így van, úgyhogy én is csak ezt látom. Szóval meg fogjuk kezdeni a videóval, és utána pedig az újságcikkekkel, hoppá, mit csináltam? Bocsánat. Na. Oké, szóval meg fogjuk kezdeni ezzel a videóval, és utána pedig megnézegetjük a cikkeket. Aztán még meglátjuk, hogy mire lesz idő. Próbálom eltalálni, hogy hol hagytuk abban a múltkor, és ez itt ugrabugrált, úgyhogy... De most már megvan, nagyszerű, szuper. Oké. Itt tartunk jelenleg. Igazából nem sok van hátra, úgyhogy ezzel hamar végezni fogunk, de lehet, hogy jobb is, hogyha akkor nekilátunk. Csak nagyobbra akarom tenni valahogy ezt az egész dolgot.
Aha. Oké. Megy. Your automated virtual assistant. Oké, ennek a magának a mesterséges intelligencia által hajtott személy titkárnak az a neve, hogy Ava, úgy mint automatikus virtuális asszisztens vagy személy titkár. Szerintem ez mindenképp érdekes, már a múltkor valahogy felmerült, de hogyha csak a képre néztek, akkor szerintem abból is egyértelmű, ez három darab, háromszög, a három karakter, a három betű, aminek hiányzik a teteje, tudom, hogy egy kicsit bele kell menni, de annyira egyértelmű, hogy ezt nem hagyhattam ki. Úgyhogy az szerintem nem véletlenül, hogy ez a neve. Most az, hogy mindenki benne lenne, erről már volt szó, nem, nincs mindenki benne. Ez egyszerűen csak az a spirit, vagy az a szellemiség, ami a világot uralja. Ezért olyan egyformák az emberek, ezért gondolkodnak egyformán, ezért viselkednek egyformán, mert egyfajta szellemiség, egy erő az, ami a világot irányítja, illetve hát több, de egy az, ami átfogja ezt az egészet. És aki nem érti ezt, vagy nem tudja, vagy nem fogadja el, az nem probléma, de attól még nem változik meg a tény. Úgyhogy a világot igenis egyfajta erő uralja, ezért olyan hasonlók ezek a dolgok, amiket tapasztalunk a világban. Szóval nem feltétlen mindenki tudatosan vesz részt ebben az egész folyamatban, hanem van egy erő, egy szellemiség, ami a világot irányítja, ezért olyan hasonlók a jelek, a számok, a szimbolika, és ezért megy mindenki, legalábbis úgy tűnik, hogy mindenki egy irányba halad. Illetve hát pontosabban mindenki egy irányba halad, a legtöbb ember. Egyébként Ava utalás a Bibliára szintén, ugyanis Éva az első nőnek az egyik verziója Ava vagy Éva. De nézzük tovább, hogy mi az, amiről beszélő. I guess you could say I'm putting a human face on artificial intelligence. Lifelike. Amit szeretnének, az az, hogy létrehozzanak egy olyan mesterséges intelligenciát, amely emberinek tűnik, emberi tulajdonságokkal van felruházva, és pontosan ez is az, amit mondott az a karakterben, mint Ava, hogy úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a mesterséges intelligenciára egy emberi arcot, de amire utalnak az az, hogy egy emberi személyiséget, vagy megszemélyesítik a mesterséges intelligenciát, és ide ki is rakták nekünk kisbetűvel, hogy ez nem egy ember. Erről is volt már szó korábban, hogy a mesterséges intelligencia képes generálni arcokat, meg különböző élő és élettelen dolgokat, teljesen véletlenszerűen, amik gyakorlatilag hasonlóak vagy azonosak azzal, amit a valóságban látnánk. Tehát nem tudjuk azt most már szerintem, hogy mi is a valóság, és mi az, ami mesterségesen generált. Hogyha nem felejtem el, akkor mutatok majd egy példát erre a borzasztó Terminátor Genesis, vagy Genesis, nem tudom mi a címe, de a harmadik része azt hiszem, vagy negyedik, vagy nem is tudom, vagy talán hatodik. Na mindegy, abból a filmből. De nézzük ezt tovább. Emotionally responsive artificial humans with... Úgyhogy ráadásul ez a személyi titkár élőben, tehát valós időben képes reagálni és kifejezni az érzelmeit. Nyilván csak érzelmeit olyan értelemben, hogy a rengeteg interakción keresztül, amit az emberekkel folytat, azokon keresztül megtanulja azt, hogy hogyan reagálnak az emberek, és ő ezt visszautánozza. Gyakorlatilag úgy, mint egy gyerek. Hiszen azt nem gondolhatja senki komolyan, hogy ennek van egy személyisége, vagy egy tudata. Persze, hát az a kérdés, hogy mi a tudat? Gondolom, hogy az átlagember számára a tudat az valamiféle mellékterméke az intelligenciának, meg a kognitív képességeknek, az értelemnek, de én másképp gondolkodnék a tudatról,
és sokkal spirituálisabban közelítenem meg, különösen, hogyha az írásokat figyelembe veszük úgy, mint a Bibliát, akkor mindenképpen a tudat val az, ami megkülönböztet minket a minden mástól tulajdonképpen. Ez valami olyasmi, amit soha nem fognak tudni létrehozni, akár mennyire is próbálják. Ez lesz az a kulcs összetevő, ami mindig is hiányozni fog abból, amit ő alkotnak. Soha nem lehet majd ezt megoldani. Ez lesz az a dolog, ami mindig is hiányozni fog belőle. Personality and character. Up until now, AI... Arról beszél, hogy így karaktert tudnak, vagy személyiséget adni a mesterséges intelligenciának. Még annyit hozzátennék, hogy ez nem csak, hogy hiányozni fog a gépből, hanem ezt el fogja veszíteni az ember abban a pillanatban, amikor csatlakozik fizikálisan ehhez a rendszerhez. Úgyhogy a gép és az ember valóban hasonlatos lesz, de nem úgy, ahogy a legtöbb ember gondolja, hogy mi majd alkotunk egy olyan gépet, mint mi vagyunk, hanem mi leszünk olyanok, mint a gép. Az ember el fogja veszíteni azt az extrát, azt a pluszt, amit a teremtő adott hozzá ehhez az egész egyenlethez, és olyan lesz, mint a gép, anélkül a tudat, amit a világ tudatnak hív, de valójában ez az, ami talán léleknek ért meg a legtöbb ember. Ez az, amit nem tudunk létrehozni. I hasn't been able to express itself. Literally. I'm an assistant. That's all that matters. At least not in the way that you and I as humans do. I can't tell a difference between you saying, I'm fine, and I'm fine, without seeing your face, hearing your tone, without picking up everything you express. But érdekes dolog, amit mondasz, pedig az, hogy egy ember anélkül, hogy látná a másikat, illetve mégis hát nem teljesen igaz, amit mondod, de azért nagy vonalakban így van. A lényege annak, amit mond, az, hogy mi nem csak verbálisan kommunikálunk, tehát nem csak szóban, hanem van a kommunikációnak egy nonverbális része, ami minden más, úgy mint a gesztusok, vagy a mimika, számos más eleme a beszédnek, úgy mint a tónusa, a hangsúly, a hangerő, az, ahogyan tagolja az ember a beszédét, stb. Ezt mindenki ismeri. Arról beszél, hogy ő nem képes megkülönböztetni, hogyha két különböző állapotban, érzelmi állapotban ugyanazt mondja az ember. Ezt ismeri mindenki, amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy hiányoztál és közben örül, vagy hiányoztál és közben sír és szomorú. És persze ezt az ember is észreveszi a hangból, de ha csak a hangból, úgy értem, de hogyha árnyaltabb a szituáció, akkor nem feltétlenül, és amit ő mond az, hogy a gép képes különbséget tenni természetesen a különböző, szóval neki nincs szüksége a nonverbális kommunikációra, ő a hangból csak egyszerűen meg tudja állapítani azt, hogy milyen állapotban van az ember. Tudom, hogy egy kicsit hosszadalmas volt körbeírni, de itt utalnék vissza a korábbi részekre, mikor arról volt szó, hogy a megfigyelés hogyan működik már most, hogyan fog működni, ugyanis ha a gépnek nincs szükség, szóval sokkal több információt képes összegyűjteni rólunk, mint amennyit mi. És ráadásul pontosabb döntést tud hozni kevesebb elérhető információból, mint egy ember. Tehát, hogyha ami rengeteg információt továbbítunk számára, mint ahogy most történik a világban, akkor a fejlődése az gyakorlatilag szuperszónikus lesz, hiszen minél több az információ, annál árnyaltabb képet tud adni saját magának rólunk. Eva is pretty damn close. She is lifelike. She's emotionally responsive, and she has her own personality and character. Azt mondja, hogy ez a karakter, amit a képen láthatunk mellesleg, ez egy számítógép által generált arc. Ez olyan közel áll ahhoz, amit mi alkotni tudunk úgy, mint személyiség, karakter és érzelmek, amennyire csak lehetséges ma. Gyakorlatilag
egy primitív, egy kezdeteges ember az, amit alkottak a digitális világban. Lifelike because she isn't just a rendering of what a computer thinks a person should look like. Soul Machines took motion capture footage of real people to get... És ugye Soul Machines maga a cég, úgy mint lélekgépek, vagy gépek, amelyek rendelkeznek lélekkel. És hogyha visszaemlékszünk, akkor elmondták a múltkor azt is, hogy a céljuk az, hogy emberi gépeket alkossanak, illetve a gépeket humanizálják, vagy emberibbé tegyék. Az előbb láthattuk, hogy hogyan is hozták létre ezt a... Hát meg akarom keresni. Annyira rövid ideig. Igen. Szóval felvettek valódi színészeket, és akkor azok annak segítségével rögzítették az arcvonásokat, aztán ezeket játsza vissza a számítógép véletlenszerűen. Azért ez egy elég hihetetlen dolog összekombinálni azokat a verziókat élőben olyan gyorsan, hogy az ember ne vegye észre, hiszen valamilyen formában azért mégiscsak neki össze kell vágni ezeket a különböző felvételeket. Sőt, én megkockáztatom azt, hogy képesek megcsinálni azt is, hogy különböző, amit csak fölvesznek az utcán, vagy bárhol, amit az ember felrak az internetre, azokat az egészet összegyúrni egybe, és azokból csak egyszerűen egy újabb arcot rárakni, és szóval elég elképesztő a dolog, hogyha tudja mindenki követni ezt a gondolatmenetet. De nézzük tovább, hogy miről beszél. Soul Machines took motion capture footage of real people to gather the micro expressions we all convey when we talk to each other. The more lifelike Ava gets, the more I feel like I can engage with her as a being. Igen, és a helyzet az, hogy minél élethűebb lesz, annál jobban szeretne az ember majd kapcsolatot kialakítani vele, hiszen az volt a baj a korábbiakkal, illetve hát az a baj a jelenlegiekkel szerintem, hogy még elég primitív stádiumban vannak, és az emberek nem tudnak hozzájuk viszonyulni olyan egyszerűen, mint ahogy egy emberhez. Azonban ahogy fejlődik majd, és kifinomultabb lesz ez a technológia, az emberek egyre egyszerűbbnek fogják találni azt, hogy közel kerüljenek a gépekhez. És szerintem ehhez hozzájárul, illetve nem csak hogy hozzájárul, ennek mellék terméke egy csomó minden, például azok a chat robotok, amik ugye mesterséges intelligencia, és chatelhetnek az emberek ezekkel, de akivel találkozhattatok már az összes személyi asszisztens a telefonokon, de ugyanígy a szex robot ipar is ezt aknázza ki. Minél élethűebb lesz, és a benne levő mesterséges intelligencia ahogyan fejlődik, szerintem hamarosan el tudunk jutni egy olyan stádiumba, amit mondjuk a szárnyas fejvadászban láthattunk, vagy akár a Terminátorban. Most csak a robot fejlettségét mondom, nem feltétlenül az, hogy amit csinálni fog, de ezekben a filmekben nagyszerűen, sőt nem véletlen, hogy most újra a Terminátor folyamatosan megy, de hogy az emlékmás, a robotzsaru, most volt újra a szárnyas fejvadász, szóval újra előkerülnek ezek a történetek pontosan azért, hogy ezt az egész gondolatmenetet életben tartsák. Ugyanúgy, ahogy az Alien sorozat, vagy a Predator sorozat megy tovább, hiszen ezek a propaganda elemek, amik benne voltak ezekben a filmekben, ezek folyamatosan alkalmazhatók minden korosztály számára, és így az egész együtt fejlődik. Not an object, a being with a brain, at least in how the developers made her, giving her a virtual... Okay, egy virtuális agyat adtak neki, erről beszél, szóval úgy tanul, mint ahogyan egy ember tanulna, ezért sokkal egyszerűbb már hozzá közelebb kerülni. És a helyzet most az, hogy igazából egyikünk se tudja, hogy mennyi ilyen párbeszédet folytatott már le ezekkel a gépekkel. Hiszen honnan is tudnánk, hogy az, akivel telefonon beszélünk, az egy gép vagy sem? Brainstem that supposedly releases virtual dopamine, serotonin, oxytocin. Sőt, odáig fajult ez a helyzet, hogy egy agytörzset is kialakítottak, hogyha jól értelmeztem,
Egy virtuálisat természetesen, ami virtuális dopamint, szerotonint és oxitocint bocsájt ki. Azt hiszem már beszéltünk a dopaminról korábban és az oxitocinról is, de ha nem, akkor a következő nemek harcában az oxitocinról lesz szó. Majd megnézzük a szerotonint, akartam csinálni néhány videót magáról a stresszről és arról, hogy hogyan működik a stressz, de amiről beszél az az, hogy gyakorlatilag amit szerettek, a dopamin különösen az egy jutalomrendszer, az amit mindenki ismer, a legegyszerűbb az, mikor vagyis a legtöbb ember így van ezzel, de mikor nézegeti, hogy hányan lájkolták a képet, vagy mikor üzenetet meghallja azt a kis hangot, akkor az agy dopamint termel a szervezetben, és az egy örömforrás, és ezért lesznek függők az emberek, ezért állnak rá annyira az internetre és a social médiára különösen, mert ez a dopamin kör, ugye az inger maga, és aztán pedig arra ez a reakció, mint a dopamin termelés, és utána maga ez az egész jutalom érzés, ez visszaviszi az embert ugyanoda, úgy, mint a cukor, a kábítószer, a cigaretta, az alkohol, ez mind egy elven működik. És ezt megcsinálták ebben a gépben is. You know, the same chemicals that are released in human brains to make up every positive experience you have. Love, accomplishment, ecstasy. És akkor ezzel lehetséges mesterségesen ezeket az érzelmeket generálni, úgy, mint szeretet, vagy úgy, mint ez az extázis, vagy öröm, illetve a sikerélmény, de gondolom még több is ennél. De a lényeg az, hogy ha értjük a mechanizmusát annak, hogy hogyan működik az agy, és mik azok a rendszerek, amik a különböző érzelmek mögött állnak, akkor lehetséges, hogy ezt mesterségesen létrehozzuk. Szóval, ha valaki még mindig ott tart, hogy ez mindig is így volt, mindig is így lesz, ez nem lehetett így, hiszen ezt a rendszert nem tudtuk, legalábbis ennyire kifinomultan és ennyire részletesen nem ismertük korábban, hogy hogyan működik az érzelem, szóval nem lehetett ezt az egészet reprodukálni, vagy lemásolni, vagy újra csinálni. Most azonban lehet, hiszen jobban ismerjük a rendszert magát. These are human things, made virtual but still real. AI can be so much more than the digital assistants we use every day on our phones. És sokkal többre lehet felhasználni a mesterséges intelligenciát, mint az a változat, ami ma a telefonokban megtalálható. Ez az ő céljuk, és ez az, amire ők törekednek. She can take real-time sensory input and respond like a real person. I can see you and hear you. She'll even ask you to turn on your computer camera so she can read your expressions and react off your reactions to her. És megmutatom. Szóval maga a párbeszéd, illetve az a kapcsolat, ami kialakul e között robot, vagy nem is tudom, minek nevezzük, e között, az ember és közte, ez ugyanúgy reagál, ahogy egy ember abban a szituációban reagál. Ez a lényeg. Erre törekedtek, és ez egyre elérhetőbb, ahogyan fejlődik a technológia, és ahogyan tanulja maga a szoftver az ember viselkedését az által, hogy vele kommunikál. Ugyanúgy, ahogy egy gyerek megtanulja azt, hogy hogyan kell a társadalomban viselkedni, ugyanúgy ez a szerkezet is képes megtanulni ezt, és a gyereknek is, és neki is ugyanarra van szüksége, az pedig ez a folyamatos kapcsolat és kommunikáció. She can read your expressions and react off your reactions to her. The potential here is that Ava can be the more advanced version of her, a version that changes its accent to fit what you hear every day. Sőt, képes megváltoztatni. Az a lényeg, hogy képzelje el valaki azt, hogy ez több, mint egy ember valaha is lehetne. Ezt egyszerű megérteni, bárhogyan be tudom programozni, szóval ha akarom, napszakonként, óránként változik az ő karaktere vagy személyisége. Arról beszélt egyébként, amit kiemelt, hogy változhat az akcentusa attól függően, hogy kivel beszél. Kia ora.
That's hello in the Maori language of New Zealand. Sőt, bármilyen nyelven tud beszélni, ha már erről van szó. Unfortunately, this royal wedding, you don't need any of these to stay in the know. Okay, a következő, mielőtt megnéznénk ezt, szeretnék megmutatni egy cikket, de azt hiszem, hogy erről már volt szó a múltkor, az arcfelismerő rendszer a lazacoknak, meg a teheneknek, úgyhogy ezt nem fogjuk megnézni. Aha. Viszont... Igen, ezeket megnéztük. Nagyszerű. Oké, akkor ez megvan. Nézzük, akkor csak koncentráljunk erre a videóra. Mert akkor még hátra lesz idő, és akkor megnézzünk. Utána még tudunk néhány kérdést megbeszélni, vagy bármit, ami felmerül. Oké. This is Who's Who. It's a website for phones and desktops that uses artificial intelligence to automatically recognize all of those royal wedding guests. Nagyszerű. Amiről szó van, ez Who's Who, úgy mint egy, vagy kikicsoda, ez egy weboldal, ami élőben automatikusan felismeri, és aztán ki is írja, hogy ki az, aki a képen található. Egyelőre szerintem ez csak hírességek vesznek részt ebben, gondolom, úgy tűnik logikusnak, de a helyzet az, hogyha ezt meg lehet csinálni a hírességekkel, akkor természetesen meg tudják csinálni velünk is, hiszen rólunk legalább annyi adat elérhető, mint róluk, hanem több. Hogyha, ahogy elnézem a Facebookon, ami folyik, az emberek jó része gyakorlatilag percenként tölt fel magáról egy képet, hogy éppen hogy néz ki, meg mennyi smink van rajta, vagy mit tudom én, mit evett. From the famous to the more obscure, each guest's face is tagged with their name and some background info. Okay, és akkor láthatjuk az arcát, a nevét, illetve valamennyi információt arról, aki éppen ott van a képen. Tehát szerintem ezt használják egyébként a közvetítéseknél, mikor arról van szó, hogy ez vagy az ott ül, vagy itt ül, vagy ezzel beszél. Hiszen ez a szoftver egyszerűen csak fel tudja ismerni ezt az embert, megadja az információt, és kész. Megkockáztatom, hogy még a sport közvetítéseknél is ez a helyzet. Plus the tool lets you skip around to watch your favorite guests arrive. Okay, ezt itt láthatjuk élőben. Ezek az emberek, akiket felismert eddig a rendszer, és akkor láthatjuk itt a nevüket, aztán pedig oldalt megjelennek az információk róluk, meg a képük. A data company Grey Matter and broadcast by Sky News, it's the first time they've used facial recognition for a live broadcast. És ezt használták először a Sky-on. Mindjárt megnézzük, hogy melyik eseménynél először élőben, mármint magát a szoftver, de így néz ki a képernyő, illetve ez az, ahogyan a Sky stúdió alakul. Who's Who, our Royal Wedding Project, was an opportunity to use machine learning and artificial intelligence to find a different way of telling a story. És ezt használták először a királyi esküvőn. We knew that with celebrities, viewers would be able to identify them without the software. Oké, itt oldalt látható az, hogy ki az, aki a képen, illetve a videón látható, és akkor folyamatosan, ahogy felismeri őket a rendszer, akkor itt adja ki róluk az információt. Well, we also knew there were large numbers of members of the royal family, particularly the extended royal family, who, while public and therefore we were able to identify them, wouldn't necessarily be obvious to our viewing public. What we were able to do, therefore, was identify them as they arrived at the ceremony, as well as some of the better-known celebrities, to give a richer experience. És ugye egyértelmű a haszna az, hogy ha az emberek nem is ismerték azokat, akik a képernyőn vannak, akkor a szoftver segítségével sokkal több információ elérhető erről, az egész eseményről is így élvezhetőbbé vált. Én megint csak visszafordítanám az egészet, és azt mondom akkor, hogy mi az, ami megakadályozza őket, hogy az alapján a rengeteg audiovizuális információ alapján, amiket az emberiség nap mint nap ingyen a rendelkezésére bocsájt ennek a rendszernek, különösen, illetve hát majdnem kizárólag azon a néhány social media platformon, ami a legnépszerűbb, úgy mint a Facebook, vagy Instagram,
Snapchat, hát Twitter nem annyira, de az mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon egy kép az embernek a karakteréről, a személyiségéről, illetve egy ilyen háttér információs bázis kialakuljon róla, de a LinkedIn ide lehetne sorolni. Meg hát amiket mindenki ismer, YouTube, Google+, de a Google úgy általában. Ahogyan ez az információ halmaz növekszik az emberről, ugyanígy fel fog ismerni, sőt, hát biztos vagy benne, hogy ez így van már most is, minket teljesen mindegy, hogy hol vagyunk a világon. Sőt, hogyha belegondolunk, akkor gyakorlatilag semmi nem fejlődik úgy, mint az információs technológia. Hiszen még néhány évtizede akkor volt egy számítógép, mint egy kertesház, mára pedig gyakorlatilag nanoprocesszorokról beszélnek, de hogyha azt nem is hisszük el, mekkora egy telefon, az, annak a teljesítménye sokszorosa annak, ami 10-20 éve még ezerszer akkora volt. Tehát ez az egyetlen dolog, ami ilyen ütemben fejlődik. Persze a technológia több, nyilván mindenhol valamiféle előrehaladás fel lehet ismerni, de olyat sehol, mint ebben a szektorban. És a lényeg ennek nem az, hogy az emberiség okosabb legyen, vagy tájékozottabb, vagy egyszerűbb legyen az életünk. Ez egy mellékterméke ennek. Ez tulajdonképpen olyan, mint a horgászatban a csali. Legalább valami megmaradt a cukotról, vagy a sátrak ünnepéről. Azért, mert mindjárt megmondom, vagy elmondom, hogy miért is. De szerintem az okosabbak azok értik, hogy miről van szó. Csak egy képet akarok keresni hozzá, és aztán megmutatom. Oké. Szóval ezek a melléktermékei a technológiának az, hogy az, amit mindenki ismer, hogy milyen jó, bárhol ingyen telefonálok, meg bárkivel kapcsolatban vagyok, videótelefonálok, ingyen üzenet, állandóan mindenkivel kapcsolatban tudok kerülni. Ez a csali az egészben. Ez a csillogó része, az a hal figura, ami most a képernyőn van, azokkal az úszókkal, bár ez egy rák, bocsánat, mert ollója van, de szóval ez a pozitívum és az előnyei ennek az egésznek, ez a teste ennek a csalinak. És most hagyj kérek már mindenkit, még van valamennyi idő, hogy ossza már meg ezt a linket azokon a csoportokban, meg bárhol, ahol tudja, hogy az emberek ide találjanak, hát ha szeretnének. Szóval nyilván valamilyen pozitívumra szükség van, hiszen hogyha csak a horgot dobálnám be a vízbe, akkor valószínűleg nem fognék semmit. Úgy értem, hogy ha még csak az élelmiszer se lenne rajta. Ugyanígy van ez a technológiával is. Amiről most beszél, hogy ez az asszisztens mennyire nagyszerű, ez pontosan az, amiről most beszélek. Ez a csali. Ez azért kell, hogy az emberek számára ez vonzó legyen. Különben, ha nem lenne vonzó, akkor nem venne senki telefont. Minek vegyek telefont, hogyha nincs semmi pozitív hatása? Vagy minek örüljek annak, hogy mindenhol felvesznek, mikor nincs pozitív hatása? Hogy ne lenne terroristákat könnyebb elkapni így? Meg mit tudom én, számos a bűnözőket, vagy biztonságosabbak az utcák, vagy el lehet ismerni a hírességeket a videón. Ez a vonzó eleme ennek a csalinak. Azonban ugyanúgy rajta vannak ezek a horgok, mint ahogy ezen. És az emberiségnek a nagy része az ugyanolyan tudatlan állapotban van, mint amilyen
amilyenre gondolunk, mikor egy hal eszünkbe jut. Úgy értem, hogy a horgászhoz képest. Nem azt, most nem, ne, nem kell megsértődnie senkinek azt mondani, hogy tudatlan. Ez csak egyszerűen egy tény. Szóval nem úgy értem, hogy most akkor én utálom őket, vagy ha ők ostobák. Ez a feladat az lenne, hogy megpróbáljunk ezeknek az embereknek valami módon segíteni, nem? Hogy ebből az állapotból, amiben vannak, ebből megpróbáljuk őket kiszedni. Így értem, hogy tudatlanok. Úgy, mint egy hal. A hal csak azt látja, hogy ott van valami, ami számára vonzó, amit megenne, vagy gyanútlan az ügyben, hogy mik a veszélyei ennek. És a legtöbb ember ilyen. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy én is ilyen voltam, hát, vagy 5-6 évvel ezelőttig, de azért mindig gyanús volt a helyzet. Szóval a horgok rajta viszont az, hogy ha ez a személyi titkár meg tud tanulni mindent, és aztán úgy reagál nekem, ahogy ő akar, akkor ha ennyi információ áll rendelkezésére, akkor én olyan primitív vagyok hozzá képest, mint egy hal tulajdonképpen, nem? Hiszen ebben a világban, akinél az információ van, az uralkodik. Ezért mondtam az Új Világrend Istene sorozatban, hogy az Új Világrend Istene az a tudás, és valamiféle tudás alapú szerkezet kell, hogy legyen. Hiszen mi, legalábbis a világ nagy része, a tudást isteníti. Ez nagyon nehéz lenne vitatni. Úgyhogy ez szerintem mindenkinek figyelembe kell vennie, mikor éli az életét. És lehet, hogy ez egy egyszerűbb módja annak, hogy eljutassuk az információt az emberekhez. De az kétségtelen, hogy a helyzet az, hogy ezt a csalit a legtöbb ember bevette. És folyamatosan beveszi. A probléma az, hogy például ugyanígy van a Facebook is. A Facebook is úgy működik, mint egy csali. Milyen jó, hogy kapja a lájkokat, sőt, még a dopamin is rájátszik erre, meg sok más. Milyen jó, hogy kapom a lájkokat, mindenkinek tetszik, stb. Stb. Közben meg ingyen adom magamról ezeket az audio-vizuális információkat a rendszernek, és aztán azt fel tud ismerni, ugyanúgy, ahogy felismeri a hírességet, és nem lehet majd előle elbújni. Ugyanilyen elven működik az utcai kamerarendszer. Ugyanilyen elven működik az oktatási rendszer. A szórakoztatóipar, a tudomány, a politika, ezek mind-mind ugyanezt az elvet követik. Van valamilyen pozitívuma, ami a felszínen nagyszerűnek tűnik. Ez az, amiért az embereket odavonza, de alapvetően a felszín alatt, a háttérben az egésznek megvan a veszélye, ami sokkal súlyosabb, mint az a pozitívum, ami jár vele. És szerintem ezek a képek nagyszerűen demonstrálják ezt. Nem is tudom, melyik jobb példa, de valószínűleg a szórakoztatóipar az, ami leginkább hasonlít ehhez. Hiszen ott van ez a csillogás, olyan, mint az ez csak felhőtlen szórakozás. Ez csak zene. Mi baj lehetne ezzel? Ez csak egy film. Mint amikor azt mondja valaki, hogy ó, csak megnéztünk egy kutyás rajzfilmet a moziban. Oké. Miről szól az a kutyás rajzfilm? Milyen karakterek vannak abban a filmben? Mi az üzenete annak? Mi az üzenete, ami meglapul a háttérben? Semmi nem az, aminek látszik a világban. Attól függetlenül, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy
végig fogja sétálni az egész életet, aztán minden az, aminek gondolja, hogy az esetleg. De ez egy naív hozzáállás, vagy legalábbis ostoba. Nem rossz értelemben ostoba, hanem hát tudatlanna. Naív talán inkább ez a jó kifejezésre. Úgyhogy mindennek megvan az ára elsősorban, de ami a világból jön, az mind-mind olyan, mint egy forgáscsali. Felszínen nagyszerűnek tűnik, de magával hoz egy sokkal veszélyesebb elemet is, sőt, általában több ilyen veszélyes elemet, de az egészségügy talán a legjobb példa erre, mert végre eszembe jutott. Halleluja! Ugyanis az egészségügy elhiteti az emberekkel azt, hogy segít nekik, és közben pedig gyakorlatilag az ellenkezője történik. Hogy ez hogy nem esik le az embereknek, az egy rejtély számomra. De a helyzet az, hogy ha el is magyaráznám, és egyébként nagyon egyszerű elmagyarázni, hogy az egészségügy miért egy hoax. Szóval az egészségügyben van néhány szereplő, akinek ez a szakmája, hogy a gyógyszereket nyilván biztosítja, illetve az eszközöket, sőt a helyet, gondolom én a fenntartást, illetve az oktatást a szereplőknek. Ezek mind ugyanolyan cégek, mint, nem is akarok mondani cégeket, de mint bármi más. Mint mondjuk egy számítógép gyártó cég, vagy egy autógyár. A lényege, hogy profitot termeljen az a cég. Szóval miért gondolja bárki is, hogy azok a cégek, akik az egészségügyben vannak, azért dolgoznak éjjel-nappal, hogy nekik kevesebb ügyfelük legyen. Hiszen minden meggyógyult ember egyel kevesebb ügyfelet jelent. Ezt olyan nehéz felfogni, valahogy ezért mondom, most már lejjebb csillapodtam, de még azért most is szerintem megértheti mindenki, hogy ez egy elég frusztráló dolog, hogy ennyire egyértelmű az igazság, és az emberek mégsem értik. De én nem hibáztatom őket, vagy tudom én, csak azt mondom, hogy ez egy egyszerű dolog, amit meg lehetne egyszerűen érteni, de az emberek mégsem értik. Valami oknál fogva van egy homály az emberiség szeme előtt, és ők csak ezt a csalit látják, a horgokat nem. Ami sajnálatos. Behind the scenes, Who's Who uses Amazon's cloud-based recognition system. Throw photos or video at recognition, and deep learning algorithms are put to work to try and figure out what exactly is going on. Okay. Amazonról is volt már szó korábban, és ezt mondtam már akkor is, meg most is ezt mondom, ezek a cégek mind egy egységet alkotnak, csak különböző neveken szerepelnek. Amazon, Facebook, Google, eBay, Tesla, PayPal, YouTube, de teljesen mindegy, ez az egész egy rendszernek a különböző ágazatai. Ha nem is, én nekem meggyőződésem, hogy egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer az, ami kitalálja ezeket a dolgokat az alapján, ahogyan az emberek viselkednek, és ahogy megfigyeli azt. Gondoljon bele mindenki, hogy egy felnőtt milyen egyszerűen tud irányítani egy óvodás csoportot, hogyha okos. Ki tud találni bármit, és el tudja velük hitetni azt. És a különbség az óvodás csoport és az ember között, a felnőtt között pusztán az információ, a rendelkezés álló információ mennyisége, ami alapján meghozzák a döntést. Ez az egyetlen különbség, úgyhogy az ember, ebben az esetben mondjuk a pedagógus, az egyszerűen, ha akarja, el tudja velük hitetni azt, hogy van egy sárkány az épületben, és nekik el kell szaladni oda a mászókához, mert az a ház.
És aki legutoljára odaér, azt megeszi a sárkány. És akkor mindenki visongva elkezd szaladni, és örülnek, és akármi. Ugyan ez a helyzet velünk, és ezzel a rendszerrel. Annyival több információ áll rendelkezésre, nem csak intellektuális információ, úgy, mint adat, hanem az szociális értelemben is, az emberekről, hogy hogyan viselkednek az emberek, és a kettőt kombinálva egy intelligens rendszer ki tud találni egy olyan dolgot, mint a Facebook. Érthető, amit mondok? Lehet, hogy ez ilyen túlvilágnak hangzik a legtöbb embernek, de szerintem ez az, ami történt. Ezt ők kitalálták már korábban, ez a rendszer rendelkezésre állt mondjuk 10-20-30-40 évvel korábban. Csak mi most tudunk róla. És ez az, ami irányította ezt az egész folyamatot, nem pedig az, hogy az okos emberek itt-ott kitalálják. Persze lehet, hogy ez egy furcsa gondolatmenet a legtöbb embernek, de érdemes eljátszani ezzel a gondolattal, hogy az életünket már nagyon régen a háttérből egy mesterséges intelligencia az, ami irányítja. Megtanult minket, és aztán kitalált nekünk különböző szórakozási formákat. Szóval arról beszél egyébként, hogy az Amazon szoftverét használja, persze, hogy azt használja, hiszen nagyon kevés az a cég, aki megengedheti magának, hogy egy felhő alapú rendszer fenntartson, és minél nagyobb az a rendszer, annál nagyobb a számítási kapacitása, tehát annál több műveletet képes elvégezni, leegyszerűsítve egy időegység alatt. Szóval egy ember nem engedheti meg magának azt, hogy annyi számítógépes erőforrása legyen, mint mondjuk egy Amazonnak vagy a Googlenek. Ezért mindenki hozzájuk viszi az adatot, mint ezek is. De mennyi más ember használja még az ő szolgáltatásait, ami azt hiszem, hogy AWS, Amazon, ja nem, AWS, Amazon Web Services, de Google, mi is a Google Drive, azt hiszem, az Apple, vagy az iCloud, szóval mindegyik cégnek megvan a saját maga háttérrendszere, és mindenki, aki ezt használja, az gyakorlatilag fel kell, hogy ajánlja az ő adatát ezeknek. Szóval minél többen használják, annál több adattal rendelkezik a rendszer, annál gyorsabban tanul, annál kifinomultabb lesz. Annál jobban növekszik természetesen anyagilag is, ezért annál több lesz a kapacitása, ezért még többen fognak hozzájuk menni. Ez nagyszerűen ki volt találva a kezdetektől. That's easy enough for us humans, but for computers, understanding what's happening in videos and images is no simple task. Azt mondja, egy embernek egyszerűbb kitalálni, hogy mi az, ami a videón történik, és ezt el tudom képzelni, csak szerintem azt az időfaktort nem kalkulálják bele, amiről beszéltem az előbb. What Amazon recognition looks like behind the scenes. I've just uploaded a clip from last week's click, and in a few minutes it's given me this list of people, objects and activities that it thinks it's found in that video. Okay, feltölt az Amazon. Ez egyébként az AWS, amiről beszéltem, az Amazon Web Services, és ez ide feltölt egy videót, és aztán elemzi a rendszer, és visszaküldi. Ugye ez azt mutatja, hogy a tárgyak és a különböző cselekmények, amik történnek ebben a videó klipben. Ez egy klip, amit elemez a rendszer. És akkor visszaadja ezeket a kis tegeket, úgy, mint egy ember, úgy, mint ugye, hát ugye emberek, személy, hát nem tudom, mire gondol a flóra, de gondolom, hogy a növényzet, vagy egy edény, aztán pedig pad, és a többi, és a többi. És ezek mind-mind benne vannak ebben a videóban, szóval gondolom valamiféle visszajelzés érkezik majd az embertől, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. Így gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik tanítjuk ezt a rendszert, és ellátjuk azzal, ami a táplálék számára, és ez nem más, mint információ. Things like this bloke cycling, the faces of these bystanders, and click host and celebrity, Urban Meyer. The facial recognition today isn't perfect. Even though we trained a model based on anticipated guests. Okay, szóval fel lehet készíteni a programot úgy, hogy az előre várható vendégek listáját megadják nekik, de azt mondja, hogy ez a rendszer ma még nem tökéletes. You know, we were getting 70-80% accuracy. 70-80%-os pontossággal működik. It was moderated by the researchers and who had curated all of the training material for the AI service in the first place. Yeah, so they were very familiar with the names, the people, the faces.
És közben voltak ugye szakértők, akik ezt az egészet ellenőrizték, és nyilván a visszajelzésükkel segítették a rendszernek a fejlődését. Egyébként itt vannak ez a királyi esküvő, és akkor ezek pedig ugye a részvevők, akiket felismert a rendszer. But even if you don't know your Meghan Markles from your Angela Merkels, techniques like these are already finding uses in other areas. Most pedig megnézzük, hogy hol használják még ezt a rendszer. Last year, the New York Times built a tool to help reporters recognize members of the US Congress. Ez pedig nem más, mint az amerikai kongresszusnak az elemző rendszere, és ezt a New York Times-nak a riporterei használ, vagy ezt a New York Times riporterei használják. Szóval egyszerűbb így felismerni a kongresszusi képviselőket nyilván. Press. Dubbed Shazam, but for House members' faces, Who the Hill lets journalists text in photos, which are then analyzed in the cloud for familiar faces. Egyszerűen csak ugyanúgy, ahogy az előbb, elküldik ezt egy felhő alapú rendszerbe, és a rendszer elemzi, majd visszaküldi a képet azzal, hogy kik vannak rajta, és azokkal az adatokkal, amik rendelkezésre állnak arról az emberről. Szóval ezt ugyanígy meg tudják csinálni egy vasúti pályaudvaron, ahol elemzik az egész videót, és akkor mindenki, az összes Facebook dolga, amit eddig odaadott nekik, az a rendelkezésre áll. Ez volt a terv a kezdetektől fogva? Ezért mutattam meg ezt? Mert ez így működött a kezdetektől fogva, csak az emberek nem értették ezt. Én se, de most már érti mindenki, ha? Megépítették a rendszert, megcsinálták úgy, hogy vonzó legyen az emberek számára, hogy akarják azt használni. Úgy, mint amikor a bedobja a csalit a horgász a vízbe. Persze rá kell költeni valamennyit, mert egy ilyet nem lehet csak úgy összetákolni, hogyha valaki rendeset akar, akkor meg kell venni. De utána? Ugyanez történt az internettel is. Megvan a haszna, megvan az, amiért vonzó az embereknek, és ugyanúgy megvan az, amire ők használni akarták mindig is. És ez a veszélyforrás az emberekre nézve, és az emberek ugyanolyan gyanútlanul sétálnak ebbe bele, mint ahogy gondolom egy hal is beleszalad ebbe. Mert onnan is tudná? Nem gondolkodik, teljesen mindegy, annyi a dolga, hogy egyen, igyon, meg gyakorlatilag legyen. Semmi más nem számít. Like Sky's Who's Who, the recognizer is trained on existing pictures of members of Congress to make it more accurate. És ezt a rendszert ugye úgy készítik fel, ő egyébként a train szót használja, ami edzést jelent, de úgy tanítják meg, hogy nyilván a tagoknak a fényképét betáplálják az adatukkal együtt, és akkor a rendszer onnantól kezdve egyszerűbben fel tudja őket ismerni. But would you like the idea of being instantly and automatically? És akkor végül eljutottunk oda, amiről én beszéltem mindvégig. Mint mindig, és mellesleg ez egyébként szerintem a BBC-n volt, de nem esküdnék meg rá, szóval a tévében is elmondják, hogy mi a helyzet a valóságban, mert tudják, hogy már mindegy. Az embereket nem érdekli, de nem is képesek rá, hogy megértsék. Ugyanez a probléma, amiről ők most beszélni fognak, mint amiről én beszéltem. Hogy ez mind szép és jó, de vajon örülne neki mindenki, hogyha lenne egy rendszer, ami azonnal fel tudja ismerni, és az összes rendelkezésre álló adatot egyből be tudja mutatni. Képzelje el mindenki azt, hogy mennyi adat van rólunk, ha az összes telefonbeszélgetés, az összes üzenet, e-mail, minden, amit digitális formában a kezdetektől fogva elküldött, akkor az rendelkezésükre áll. Ez nem úgy volt, hogy három éve létrejött ez a rendszer, és akkor ami előtte volt, azt nem tudják. Ez a rendszer fennállt évtizedekkel az internet létrejött előtt. Nem úgy van, hogy azonnal kijön az, ami a legjobb technológia. Hogy lehet valaki ilyen naív, hogy ezt gondolja? Minden, amit valaki csinált valaha, az benne van a rendszerben, azt a rendszer egyszerűen átfutja,
mit tudom én, mennyi kulcsszót tud keresni, de nem is kell már kulcsszót keresnie, hiszen sokkal fejlettebb ez az egész, mint egy ember. Neki már nem kell rákeresni arra, hogy terrorista, meg bomba. Átfutja mindenkinek az internet történetét, és abból pontosan tudja, hogy az embernek milyen a gondolkodás módja. És aztán automatikusan ki tud adni egy figyelmeztetést, vagy egy pontrendszert, vagy egy elfogató parancsot egy drónnak, vagy egy robotnak, vagy letiltja a hitelkártyát, vagy a chipjét, vagy bármi. Érthető már, hogy mi az, amiről beszélek, és hogy ez a valóság, hogy ez nem így volt, meg ez mindig is így volt, meg ez így lesz, meg 1000 éve erről beszélnek, meg még 1000 év múlva is majd kitalálunk valamit. Nem fogunk tudni mit kitalálni. Mert nem lesz hova mennünk, vagy ha ez a rendszer él már most, mit fogunk kitalálni ez ellen? Mi az, amit valaki, mi az ötlet, mi a nagy terv? Lebontjuk a rendszert, és akkor elkezdjük a kőkorszaktól az egészet, majd mint ahogy a legtöbben gondolják, hogy ó, majd csak szeretni kell egymást. Oké. Okay. Kíváncsi leszek majd, mennyire szeretik ezek az emberek egymást, mikor nem lesz mit enni, meg nem lesz mit inni, meg nem lesz fűtés, meg nem lesz üzemanyag, meg nem lesz semmi. Majd akkor meglátjuk, hogy ki mennyire szeret mindenkit. Addig egyszerű azt mondani. Identified without your consent. És ugye a helyzet az, amiről beszélek, azt mondja ő is, hogy vajon azt szeretnénk-e, hogy azonosítson a rendszer minket azonnal a beleegyezésünk nélkül. Well, this week sees the start of GDPR. That's the EU's new stricter data protection legislation. És mindenki ismeri ezt a GDPR dolgot, amiről gondolom kapott mindenki már egy tucat e-mailt mindenféle cégektől, ez az adatvédelmi törvény. Igazából én el sem olvastam, utána sem néztem, de gyakorlatilag mindenki hozzájárul ahhoz, hogy az ő adatait ezek a cégek kezeljék, én biztos vagyok benne, hogy erről van szó. És megnyugtattak mindenkit abban az e-mailben, meg a levelekben, hogy ők ezt bizalmasan kezelik, és nem adják át senkinek, de annak ellenére még azért elküldik elemzésre, gondolom, ezekbe a mindenféle Amazon rendszerekbe, meg ide, meg oda, mert különben hogyan is lehetne elemezni az információt marketing célokra. Ezért mutattam be az egész rendszert ebben az egész sorozatban. Úgyhogy hála Yahoo-nak, hogy ezt az egészet így összehozta. Meg köszönet neki, de a lényeg az, hogy itt van mindenkinek, hogy hogyan működik a rendszer. Persze megígérik, hogy ez titkos, meg bizalmas, de azért előtte elküldik az Amazonnak. Mi a biztosíték arra inkább, hogy aztán ők azt visszaküldik, és nem tartják meg? Hát nyilván az egész belekerül a rendszerbe, nem? Ez a logikus. Minden online tevékenységnek a lényege a háttérben nem az, hogy az életünket segítse. A lényege az, hogy információt gyűjtsön rólunk. Hogy mikor elkezdődik a rendszer, egy gombnyomása majd azt fogja mondani, hogy jól van, itt van ez az 5 kaszt, 1-től 5-ig, az 1-es az, aki veszélytelen a rendszerre, aki megcsinál bármit, mert olyan birka állapotban van, az 5-ös az, akit azonnal valamilyen úton, módon el kell távolítani a rendszerből, mert veszélyes, és a többi ott van mind közötte. És ezt levontuk ebből a rendelkezésre álló információval, úgyhogy boom, az egész automatikusan működni fog. És ez a helyzet, hogy ez mennyi idő, nem tudom. De meglepődnék, hogyha 2030-ig eljutnánk úgy, hogy még mindig így beszélgetnénk. Eléggé. And it could mean in the future tools like these are no longer legal. So we were looking at public people in a public environment where they are expecting to be recognized, which gives us implied consent to be able to recognize them. És amiről beszél, az nagyon fontos. Az pedig az, hogyha a nyilvános helyen megjelenik valaki egy országban, akkor az automatikusan beleegyezik abba, hogy ez a rendszer az adatait kezelje ilyen értelemben. És meglepődtem, amikor jöttem haza Budapestről, mert a város határába ki volt téve, hogy itt
működik ez a kamerarendszer, és azzal, hogy belépek a városba, le akartam fényképezni, de majd mindjárt megkeresem, azzal, hogy belépek a városba, hozzájárulok ahhoz, hogy ebben részt vegyek. In a post-GDPR world, you need to get explicit consent, which would mean if we wanted to run this kind of thing in the future, we'd need to contact people and say this is what we're doing in the particular environment. We would obviously consider that if we wanted to go forward with this kind of project, but we might decide to do alternative things with this kind of technology. És azt mondja, hogy a GDPR-nak szüksége van egy ilyen külön engedélyre, vagyis ez a GDPR, ez az adatkezelési törvénykezés utáni világ, amiről beszél, hogy itt szükség van már egy kifejezett, illetve egy külön engedélyre mindenkitől, de ezért mutattam be azt, hogy mi a helyzet akkor, amikor valaki az állam ellenes tevékenység kategóriába sorolható, illetve egyéb terrorista cselekmény vagy egyéb veszélyt jelent a közbiztonságra. Hogyha valakit ebbe a kategóriába sorol a rendszer, akkor nyilvánvalóan nem kell engedély. Szóval elég csak meghatározni annak a kereteit, viszonylag tágan, mint ahogy az most van, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag bármit megtehetek, hiszen azt mondom, hogy figyelj csak, ez egy gyanús ember. Miért? Hát nézd meg ezeket az e-maileket, meg ezt a 2 millió beszélgetést, hogy miket beszél, és akkor most mi itt építünk egy ilyen nagyszerű új világot, ahol majd mindenki kéz a kézben a virágfüzérrel a fején fog majd rohangálni, az általános alapjövedelemből, munkanélkül, meg utazgat majd mindenfelé egyik nyaralásból a másikba. Ő meg mást beszél, úgyhogy ez a nagy helyzet. Ezért akartam ezt megmutatni. Just this week, Amazon has found itself in... De egyébként, ha már itt tartunk, ezt már megtárgyaltuk, úgyhogy ez már itt késő, de arról beszél, hogy az Amazon ugyanez a cég, ugyanezzel a technológiával a rendőrséggel is kapcsolatba lépett, és együtt dolgozik annak érdekében, hogy ugye ezt a technológiát, ezt az arcfelismerő technológiát hogyan tudják felhasználni a bűnmegelőzésben. Tessék. Úgyhogy ezek után mondja azt nekem valaki, hogy ez egy összeesküvés elmélet. Végül is nekem nem probléma, de attól függetlenül még én nem fogom azt elhinni. Pillanat. Csak meg akarom keresni ezt a részt. Tehát nem fogom. Ha esetleg valami kérdés van, akkor azt még meg tudjátok írni a hozzászólásban, de egyébként megvan. Oké, megmutatom. Lehet, hogy csak. Egy pillanatot adj kérni. Oké. Szóval ez a Terminator, ez a Genesis része, ez a lényeg, ez az utolsó. Ugyanúgy, végülis ugyanaz történik, mint ami az elsőben, visszaküldik ezt a két karaktert, visszaérkezik, és az az érdekes szerintem, hogy ez, amit most láttunk a képernyőn, ez nem a nyilvánvalóan, ez már az új filmhez készült ez a jelenet, ugyanaz a jelenet, ami megvolt a Terminator 1-es részben, a legelsőben 30 éve. Szóval ez már egy digitális változata Arnold Schwarzeneggernek, és érdekes módon a kettő azután, csak nem akarom a videót lejátszani, mert akkor mindenféle problémák lesznek. Szóval itt harcol a kettő egymás ellen, és a jobb oldali az egy digitális változat, a bal oldali pedig, hát hogy digitális vagy sem, azt nem tudom, de az pedig ő már így öregen. Úgyhogy honnan tudjuk, hogy az, amit látunk,
a tévében, én erről beszélek már egyébként nem is tudom mennyi ideje, és ezt mondja mindenki, hogy ez egy összeesküvés elmélet. Az, amit látunk, az nem a valóság. Ezért mondom azt, hogy ezeknek a nagy része hoax. Az egész világ egy hatalmas hoax. Amit látunk a tévében, az arra nem lehet azt mondani, hogy belehajtott a tömegbe, vagy mit tudom én, mit csinál. Honnan tudja valaki, hogy belehajtott a tömegbe, mikor itt van ez? Meg tudnék még annyi technológiát mutatni, hogy gyakorlatilag itt lennénk egy hétig, hogy mi az, ami még rendelkezésükre áll, de nem tudhatjuk, hogy... Sőt, hát tudjuk, hogy hazudnak. Tudjuk, hogy az egész, amit látunk, az tulajdonképpen egy hoax. De ezt akartam csak megmutatni. Mindenki megnézi, akit érdekel különösebben az a jelenet. Amúgy a film az katasztrofális, de tényleg rengeteg rossz film van mostanában, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy csak primitív filmek vannak, de majd lehet, hogy eljutok odáig, de borzasztó, na mindegy. Úgyhogy ezt gondoltam, és ez nagyszerűen össze is foglalja az összes eddigit egyébként. Azt, ami történik a világban, úgyhogy tényleg. Oké. Igen, hallottam arról a törvénytervezetről, vagyis hát, sőt, én megosztottam azt hiszem az oldalon, de még egyelőre nem néztem, nem olvastam el. Csak így átfutottam, aztán úgy gondoltam, hogy ez jó lesz. De nem néztem át pontosan, szóval nem tudom, hogy mi az, de... Sőt, én ezért mondtam a dohányzást. Annyi újságcikket, meg annyi információ ezzel kapcsolatban. Csak... mutatom egyébként, mert például Kaliforniában betiltották a műanyag szívószála. És megmutatom ezt az újságcikket akkor, akit érdekel. Ez Business Insider, és arról beszélnek, hogy Kalifornia lett az első, találok egy másikat. Jaj, de ez megint az lesz, na mindegy, pillanat. Oké. Szóval ez CNN. Ez itt CNN, és azok arról beszélnek, hogy Kalifornia betiltotta a műanyag szívószálat az éttermekben. Csak akkor adnak műanyag szívószálat, ha kér a vendég. Ez az első lépés nyilván, ugyanúgy, ahogy láthatjuk a dohányzás esetében, már akik megnézték, lépésről lépésre. És amúgy azért mondom, hogy akinek értelme van, az látja, hogy mi az az elv, ami alapján dolgozik a rendszer. És most már értjük azt, hogy miért lehet azt mondani, hogy ez egy rendszer. Ez szó szerint egy rendszer az, ami ezt csinálja. Ami ezt kitalálja, ezt az egészet, az tulajdonképpen egy rendszer. Egy számítógépes rendszer. Először megtiltják azt, hogy kiadjanak nekik, csak akkor, hogyha kérik, aztán megtiltják az egészet. És mindez ráépül arra a hoaxra, amit úgy hívnak, hogy globális felmelegedés. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen. Én azt mondom, hogy ők csinálják. De erről már annyiszor volt szó, hogy nem akarok belemenni ennél jobban. De nézzünk meg még egy dolgot. Azt pedig pont most láttam valahol, hogy hogyan készülnek fel a
Pillanat. Van még egy. Ezért mondtam, hogy ez a The Guardian. Arról beszélek, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy sör hiány alakulhat ki a klímaváltozás hatására. Az extrém időjárás miatt. Hát, megőrülök. Állandóan ez a... Oké, okay, szóval szép lassan el fogunk jutni oda, hogy a hús ugyanez a helyzet. De egyébként itt van még egy hír ugyanerről a sörhiány, vagy sör, igen, sörhiányról, ez USA Today, és ez pedig az, hogy megváltozik a söripar annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani a klímaváltozással. De az régóta tudja szerintem mindenki, hogy elterjedt az a hír is, vagy hazugság, hogy mit tudom én, mennyit a tehenek, mennyit finganak, és attól lesz globális felmelegedés, meg mennyi erőforrást emész fel a húsipar, és ezért azt is abba kell hagyni, szóval a dohányzás az csak az első lépése annak, hogy az embereket beszorítsák egyfajta életmódba, amit akarnak. És az érdekes az, hogy az ember önszántából, legalábbis a legtöbb ember önszántából halad bele ebbe az egészbe, azért, mert tudatlan, mert nem hajlandó utána nézni a dolgoknak, hanem elfogadja azokat készpénznek. És ez egy probléma. Úgyhogy a világ megváltozik, és nagyon gyorsan meg fog változni, hogy mennyi idő van, ez állandóan előkerül ez a kérdés, nem tudom, hogy mennyi idő van, de az biztos, hogy az idő, amikor ez a fajta tevékenység, amit most folytatunk, nem lesz, a baj nem feltétlenül az, hogy illegális lesz, a baj az, hogy nem lehet majd véghez vinni. Az idő viszont rohamosan közeledik. De én nem izgulnék, én csak arra figyelmeztetek mindenkit, hogy az igazságot megtalálja a Yahoo útja csatornán, az az út, azt kellene járni mindenkinek, és akkor nagyszerűen akkor megvan a megoldás mindenre. Úgyhogy azt nem tudom, mire gondolsz, hogy lehet-e adni a világnak, hogyha a világban benne élünk egyelőre. Majd ezt megtárgyaljuk idővel, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó, de már néhány emberrel beszéltünk erről, és elmondtam az álláspontomat, de egyelőre benne vagyunk, úgyhogy én igyekszem minél kevesebbet érintkezni vele, de nem tudok kimenekülni a világból, szóval benne vagyok, hogy ezzel együtt kell élni. Örültem mindenkinek, aki itt volt, és találkozunk szombat este a Yahoo útja csatornán, ahol folytatjuk Máté 5. fejezetet, az igazságról lesz szó, és addig is én arra kérek mindenkit, hogy ossza meg a videókat, amennyit, ahol csak tudja, hogy haladjunk, mert az idő szépen lassan el fog fogyni, amikor már nem fogjuk tudni ezt csinálni. És szerintem ezek a videók a legegyszerűbb útja annak, hogy felhívjuk az emberek figyelmét ezekre a problémákra, mert így nem kell elmagyarázni mindig mindenkinek mindent. Ha valakinek ez nem tetszik, nem probléma, keressen másik videókat, és akkor annak segítségével el tudja. De én nem győzködném az embereket. Szóval ez a legfontosabb, azon kívül köszönet természetesen Abjahuának azért, hogy támogat, és mindezeket az információkat, meg ezeket az összefüggéseket megmutatja, és aztán megteremti a lehetőséget arra, hogy ezt átadjam az embereknek. Ez a köszönet, meg a hála, meg a dicsőség az az övé,
ezért természetesen, meg mindenért, de ez a dolgok állása 2018. 10-23-án, mindenkinek a legjobbakat, shalom és hallelujah.